megkérdeztette, köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypony ZRT elnök vezérigazgatóját. Az akvakultúra helyzetéről fogunk beszélgetni nyilván, hiszen itt van a karácsonyi időszak, és a hazai fogyasztási gyakorlat, mondom én, nem nagyon változott, továbbra is a húsvét és a karácsony, ez a két frekventált időszak. Viszont meg kell néznünk, hogy az elmúlt esztendők történései után hogy állnak a halgazdaságok. Tehát kezdjük talán azzal, hogy sikerült-e a halfogyasztást növelni annak tükrében, hogy az áfacsökkentés megvalósult. Igen, örömmel jelentem, hogy igen. Persze ezek a lépések apró tyúklépések, de hát, mint tudjuk, az igazán hosszú sikerhez lassú út vezet. Egy jó fél kilóval többet fogyasztunk most kb. Két év alatt. Nem csak az áfa csökkentés hatására, hanem azért van egy tudatosabb vásárlói réteg, egyre inkább keresik a halat, hála Istennek. És azt gondolom, amit mondott is a tiszteleti polgármester úr, hogy felvezetésnek bizony el kell mondjuk, hogy a harmadikak se vagyunk Európában a fogyasztásban. 20 kiló az átlag, ami 6,5 kilónkkal igencsak hátul kullogunk. Pedig hát a halfogyasztás sokkal több, mint egy élelmiszer, az egy népegészségügyi kérdés kéne, hogy legyen. De visszatérve az alapkérdésre, tavaly év történései nem jó kezdődtek. Olyan tavaszi vízhiány volt a Dunántúlon, hogy attól féltünk, hogy a halastavak fele üresen marad. Ugye mindenki emlékszik arra, hogy a gabonákat is féltettük, meg a kukoricát. Szerencsére aztán megjöttek az esők, és ezek az esők meghozták azt a vízpótlást, ami alkalmassá tette a tavakat a feltöltésre. A nyári időszakban már egy elég jelentős madárkárunk volt a kormorán. Valamiért az idén nagyon korán megérkezett. Szerencsére aztán a beérkező langyos esőtömeg az földöltötte a tavakat is, és ettől kezdve azért jobb lett az életünk, nem csak azért, mert megjött a víz, hanem egy nagyon jó nyáron. Nekünk a forró meleg nyarak jók, azt mondják, ami jó a szőlőnek, na az jó nekünk is, hiszen a hosszú meleg ősz is segített abban, hogy kihúzódjon a tenyészidőszak. Ma körülbelül 30%-kal hosszabb a tenyészidő. Tenyészidő az, ami alatt a hal nő, hiszen a hal épp úgy, mint mondjuk a fák, változó testhőmérsékletű, mármint a ciklusa olyan, nem olyan, a fák nem változó esőmérsékletűek, és az azt jelenti, hogy 18-20 fokon nagyon aktív, gyorsan nő, sokat táplálkozik, és ahogy hull visszafelé a hőmérsékleti görbe, hát úgy fogy az étvágya, és ettől kezdve már inkább 5-6 fokon már a saját test tartalékait használja az építésre, tehát elkezd fogyni majd. Ezt csak azért mondanám, hogy nekünk az, hogy fölmelegedés van, az kifejezetten jó, ha víz is járul hozzá. Nem emelkedtek nagyon nagyot a gabona árak, ez egy jó hír, valamelyre följebb mentek, de voltak időszaki, aki ügyesen tudott vásárolni, nagyjából a tavalyi árszinten, vagy egy kicsivel fölötte tudott takarmányt vásárolni, ez azért fontos kérdés, mert a munkabér után a takarmány a legnagyobb költsége a halastavi gazdálkodásnak. Szerencsére már a kormány Bozs döntésének köszönhetően vízdíjat nem kell fizetnünk, és ugye ez a teher már nem nyomja a halászatot. Látszik az áfacsökkentés hatása, nem emelkedtek két éve a halára semmit se, tehát nem nyelte le az ágazat az áfát, noha alacsú még a kereskedelem se annyira, és így lehet látni a halnál, hogy a fogyasztás növekedése, illetve a nyereség tartalom az megállt, és nem emelkedett fel az ár sem. Amit azért persze el kell mondani a halról, hogy a legkisebb nyereségtartalmú ágazat a halászat, 4-5%-nál már boldogok vagyunk, következik abból, hogy 2-3 év a tenyészidő, annyi alatt lesz nekünk a kis hal tojásból, az ikrából, annyi idő lesz már piacére tárul, szemben mondjuk a csirkével, ahol a 32-38 nap alatt ebből a néhány grammos vagy néhány dekás tojásból másfél kilós csirke lesz. Hát a hús minősége is olyan, de ez egy másik kérdés, nem ezzel kell foglalkozni. A halászati ágazat igazán nagy problémája még az, és ez a tavaly évben is erősen kijött, hogy nevetséges természetvédelmi kompenzációt kapunk, 5000 forintot hektáronként, ez is csak egy új rendelkezés volt most pótlólagosan. És azt gondolom, hogy akkor, amikor egy agyon vetszélet kukoricaföld 70 ezeret kap, vagy szőlőgyümölcsös 130 ezeret kap hektáronként, akkor ez több, mint méltánytalanság. Ezt nekünk az EU-ba kellett orvosolni, most úgy tűnik, hogy a nemzeti hatáskörbe fogják hagyni a következő tervezési időszakban már. Nemzeti hatáskörbe hagyják nagyobb mértékben az alapok felosztását, tehát a halászati alapét is, és legalább egy 50%-os talán nagyságrendben 50%-ot el tudunk érni, hogy ez nálunk maradhasson, mármint magyar hatáskörben a döntés arról, hogy mire használjuk föl, hiszen az EU-s pénzek általában egyeztetett módon, de címkézettek fejlesztése,
innovációra, reklámra, marketingre, felmérésekre, tehát megvan, hogy mekkora összeget mire lehet fordítani és költeni. Ezek között évközben, vagy hát időszak közben elég szűk az átjárhatóság, tehát nekünk fontos volt az a döntés, amit előre meghoztak. Erdős Norbert, Európai Uniós képviselő úrnak köszönjük azt, hogy összefogva a visegrádiakkal elérte ezt a lehetőséget, hogy az akvakultúra ágazat a nagyobb mozgástérrel rendelkezzen a következő időszakban, és a súlya és a jelentősége is megnőjött. Visszatérve a hazai palondra, elmondanám még azt is, hogy nyereségesség mellett azért van más nyűgünk is, és nem kell végig alá rejteni, hogy nem fut mindig a szekér homokszem nélkül. Nagyon-nagyon lassúak az Európai Uniós elbírálások. Az előző időszakban, tehát az első a HOP-ba, a Halasztópedig programba, ott megszoktuk azt, hogy fél év után megtörténtek az elbírálások, a hiánypótlások is, szaladt a szekér, egy 5-6 éves periódus alatt 2-3 pályázatot is be tudtunk adni, bízva abba, hogy a következő időszakra lesz saját forrásunk, mert ugye az dönti el, hogy mennyire pályázhatok, hogy megvan az én 50%-om tervezhetőleg. Ez most nagyon lelassult. Rossz rendszert választottak, a vidékfejlesztés mellett egy olyan rendszerbe kerültünk bele, amit nem tudnak kezelni azok se, akik létrehozták a rendszert magát. Másfél-két év az átfutási idő. Az előző időszakban, az uniós időszakról beszélünk, a támogatásról, nem volt problémánk, nem csak az idő volt gyors és hatékony, hanem nem volt infláció, nem volt nyersanyagár emelkedés, nem volt ilyen mértékű bérfejlesztés. Természetesen ezek most mind bekövetkeztek, és ugye meg lehet nézni azt, ha valaki beadott egy pályázat, és két év múlva kapott döntést benne, az kb. Elveszítette a támogatás 50%-ából a felét. Hiszen a munkabérek, a nyersanyagárak, az összes költség, amit az infláció, a forint éppen aktuális helyzet, ezek mind ebben az irányba mutattak. Tehát devalváltuk az Európai Uniós támogatásokat. Ezzel nagyon sokszor protestáltunk, elmentük az államkincstárig, mert a vidékfejlesztés az államkincstár a munkaerőhiányra. Szóval mindig van valaki, aki miatt akadozik a rendszer. Nem igazán tudtuk megtalálni a kulcsát, hogy tudnánk felgyorsítani. A szervezetünk odáig elment a MAHAL, hogy azt mondtuk, hogy adunk embert, mi kifizetjük a saját pénzünkből, mert azért a szégyennek érzem, hogy tavaly vissza kellett fizetnünk az Európai Uniónak 200 millió forintot, mert nem tudtuk időarányosan felhasználni az uniós magyar halászti-operatív program keretét. Hát szóval azért ez nem bocsánatos bűn az én szemembe, de hát ne legyek már az ítész ebbe, csak ha már kérdezett riporterok, elmondom, hogy bizony ilyen is van azért. Ami a következő időszakot illeti, azokat a hiányosságokat igyekszünk most kiküszöbölni, vagy ezek lukakat betömni, amelyeket sajnos mi követtünk el az ágazatban, legyünk önkritikusak, mi halászok is. Nem fordítottunk elég figyelmet arra, hogy sokkal jobban fel kéne dolgozni a halat, hamarabb el kellett volna jutnunk oda, ezelőtt már 3-4 évvel, hogy bizony a háziasszony ma már nem gyönyörű, szép, pikkelyes nyurgapontyot keres, nem, ő szeretet kér, meg filét kér, meg irdalt halat kér, vagy ha lehet, akkor akár már kész halászlét is. Tehát nem követtük a feldolgozási ütemmel azt az átalakuló fogyasztási szokást, hogy kényelmesek vagyunk. A nagypapa még tud pucolni, apa már nem biztos, a gyerek már biztos, hogy nem fog a halhoz nyúlni, mert sikos, nyálkás, és különben is. Hát ez egy olyan dolog, hogy mint amilyen mondjuk a kopasztott csirke, megnézném azt a 30 éves háziasszonyt, aki látta, hogy kell csirkét kopasztani. Olyat nem, aki kopaszt is, szóval. Tehát ezt egy kicsit ebben elaludtunk. A feldolgozó kapacitás növelése az egyik legfontosabb célunk most. A másik pedig az, hogy nekünk halászoknak kell egy kicsit az élére állni annak, hogy több hal fogjon. Sokkal több reklámra, propagandára, sokkal nagyobb munkára van szükségünk ahhoz, hogy elismerjék mindazt, amiben a hal egyébként a világon a legjobb fehérje tartalmú és a modern kornak megfelelő élelmiszer. Ha most nem akarok nagyon belebonyolódni, sajnos a tengereink katasztrofális állapotban vannak. A tengereken ma már halászónák vannak, ahol a lecsökkenő oxigén tartalom miatt nem is élnek meg a halak. A tengereken ma már olyan szennyezettségek vannak, hogy Európa nagyságú szemétszigeteket halásznak le, a szemétszigeteket, mert a szétbomló műanyagot ma már sajnos a halak egy része fölveszi. Tavaly fordult először elő az, hogy a világtengerek halászatának a fogása kevesebb, mint az akvakultúra termelése. Ugye az akvakultúra az a vízi állatok tenyésztési módját foglalja magába, akvakultúrához tartozik a tógazdálkodás is, de például az osztika termelés és akvakultúrás tevékenység. Tehát az akvakultúra jövője benne a tógazdasági haltermelésé világos és egyértelmű, a világ halfogyasztása nő. A tradicionális halfogyasztás évről éve emelkedik az EU-ba, addig, amíg a különböző húsféleségek általában csökkenő tendenciát mutatnak, a halé nem.
Hallom magas víztartalmával, rendkívül jó beltartalmi értékeivel, jótékony egészségi hatásaival első számú prioritássá lépett elő a fehér termés fokozásába. Ezt érzékeljük is, ehhez kapjuk a támogatásokat mi is, mások is természetesen, és látjuk azt, hogy mekkora léptékkel fejlődik az akvakultúrás termelési mód, és itt nem csak a ladacra gondolok, amiből bődületes mennyiségek vannak, hanem büszkén mondhatom, hogy például a magyarországi afrikai harcsa termelés, ez egy melegvízű halnak a termelését jelenti, az Európában a második, és a minősége olyan, hogy hiába olcsóbb a holland 30%-kal, a kutya nem veszi meg Európába a hollandok afrikai harcsáját, olyan a minősége ellentétben a magyaréval. És ha innen egy kicsit átváltunk, akkor a minőség ebből következik. Nem azért mondom, hogy lehetőleg magyar halat fogyasszunk, mert úgy gondolom, hogy a termelőket is el kell tartani, és nyilván dinnyéből se szeretjük, ha görögöt eszi meg a kedves vendég, és nem a magyart, hanem azért is mondom, mert az élelmiszerbiztonság nálunk Európában kirívóan jó. A kirívó szót azért használom, mert valóban így van, a Népik Élelmiszerbiztonsági Szolgálata az olyan, mint a kommandó, nem is hiszem, hogy a rendőrségén kívül van még egy ilyen erőszakszervezet, amelyik olyan pontosan jó deklaráció, módon, világos célokkal, és hát kellő szigorúsággal intézkedik ahhoz, hogy amit mi elfogyasztunk, az tényleg jó minőség legyen. Sokkal megengedőbbek más országok, még nálunk fejlettebbek országok élelmiszerbiztonsági előírása is. Ennek persze egy oldal örülnünk kell, akkor nem, mikor kipakoltatják a hűtőt, meg iszapmintát kell vennünk, meg vízmintát, de hát hála Istennek ez a mi egészségünket is védi, és örülünk ennek. Tehát én mondom azt, hogy ha valaki biztonságos élelmiszert, akkor is biztonságos halat ezen belül, akkor lehetőleg a magyart válassza. Óriási a választék mindenféléből, de nem hiszem, hogy a tengerekbe kellene gondolkodnunk, akkor, amikor 3 napon belül frissen halászott halat találunk bárhol. És ha már a minőség, akkor itt most egy gondolata hadugorok át a kereskedelemre is. Nyilvánvalóan a magyar haltermelés, ami 13-14 ezer tonna per év, és ehhez jön még körülbelül 4-4 és fél ezer tonnányi afrikai halcsatermelés, most már valamennyi, büszkén jelentem, most már szürke halcsatermelés, tehát az európai halcsatermelésünk is egy jelentős mennyiséget ért el, és azért vagyok erre büszke, mert ezt Pelcsényi professzor úrral közösen csinálhattuk meg, ennek az alapjait jelentő technológia kidolgozását egy gazdasági operatív program keretében 5 évvel ezelőtt, és ma már ott tartunk, hogy hát nekünk is itt van tisztán a gyönyörű halcsánk, nagy örömömre. Ezt valamikor álomként kezeltük mondjuk 20 évvel ezelőtt, és ma már valóság, harcsából is nagy hatalom lehetünk, és akkor most ez a dicsekvés helye. Az Európai Unióban csináltuk egy programot 2 évvel ezelőtt, a magyar sikerekre alapozva mindezt, ahol német és osztrák partnereket is bevontunk, és hát igaz, hogy 2 év kemény herceúca után, amikor 2-szer utasították el a pályázatunkat, annak ellenére, hogy 90% fölötti pontot kapott, na harmadszorra átlendültünk a lécen, és egy jelentős támogatással nyertünk egy európai harcsa programot, aminek az a célja, hogy az őshonos európai harcsa termelés technológiájának átadásával, kiszélesítésével az európai harcsa piacot megteremtse. És így már nem kell az afrikai jelzőt használnunk mondjuk 5 vagy 10 év múlva, nem azért, mintha rossz lenne, kiváló minőségű hal az afrikai harcsa, és hála Istennek kétféle felhasználási módja is van, de erre majd egy kicsit a végén visszatérnék, hogy mit tartok egyikről meg a másikról. Tehát a harcsa program is az idei évnek az az eredménye, hogy ma már látszik, hogy itt van a közelünkben. Még egy újdonságunk van az idei évet illetően, először sikerült csikós sügeret termelnünk és tenyésztenünk, ez még a piacon nem jelenik meg, ez kb. Jövő évben lesz már olyan tétel, ami látszik a piacon választák bővítésként. Azt látjuk, hogy a melegedésnek vannak negatív hatásai, a ragadozó halak némelyike, ilyen a csuka és a süllő, nehezen bírja a 28-30 fokos hőmérsékleteket, a hosszan tartó föltúlt iszapos halastavakat nem tud megmaradni, és hát ami nagyon nagy fájdalmunk, hogy a kormorán iszonyú károkat okoz ezekbe a halastavakba, és ezeket a hengeres testű védekezésre nehezen képes halakat eszi meg legelőször. A keszegfélék, a busa, a pontja, az menekül a kormorán elől, de mondjuk a süllő az elmegy 3 métert, egy kis iszapot kavar magának, és azt gondolja, hogy ő most már biztonságban van, hiszen az ő életére általában nem törnek más ragadozók, nem így van, a kormorán egyesével szedegetik a süllőt a tóból, és nagy örömmel falatozza befelé, ő is ingyenc gasztromán, tehát nincs az probléma, csak ne előlünk enni el. És egyre több van sajnos belőlük, Európai Uniós fellépést fogunk ebbe a kérdésbe újra kérni, amit már szorgalmaztunk, mert lehetetlenség, hogy az Unió egyes részein védik ezt a madarat, nálunk meg már lődíja kell jutalmazni azt, aki lelövi, mert különben nem volna a természetes vizeken és a halastavakon termés, mert ez a rendkívül aktív és csapatban halászó madár hasonlóan a farkasfalkához mindent kifar vagy tönkreteszi a tavainkat. Ha tovább lépünk az idei év
ügyeit illetően, vagy tovább gondoljuk, akkor persze vannak negatív események is bőven. Negatív esemény az, hogy az eddigi elég biztos és 4-5 éve nagyon stabil piacunk, a lengyel és a román pontszállítások sajnos befagytak. Ugye azért az látszik az európai termelésben már, hogy élelmiszerből mindenből túltermelés van, tukmálni kell az élelmiszert, és el kell találni, hogy milyen hangszerrel játszunk, hogy elfogjon. Az a lyuk, ami a lengyel haltermelésben a koi-herpes vírus miatt keletkezett, és az a lehetőség, ami a romániai ponttermelés lassúsága, nehézkessége miatt állt be 3-4 évig, az bizony befoltozódott, mind a két országban jó ponttermés volt, ehhez járult még a csehek szintén kiváló termelése, ami ugye a németországi csapokat zárta el, tehát egy kicsit magunkra magadtunk a ponttyal itt Magyarországon, és itt most arra kell több hangsúlyt fektetnünk, hogy ezt a halat itt hol adjuk el, és hát ugye a már említett feldolgozási szint emelése, a nagyobb reklám és propaganda szükséges ahhoz, hogy ennek a halnak az egészséges mívótát elérjük. És akkor most arról szeretnék beszélni, hogyha ez beleférne, hogy a kampány. Az Európai Uniós pénzekből egy kapirál címmel egy nagyon jól átgondolt és korszerű modern kampányt indítottunk el, de mi halászok úgy látjuk, hogy ennek a hatékonysága nagyon szűk, és főleg azokra a rétegekre korlátozódik, amelyeket a hal kevésbé érint még ma meg, a fiatalságra. Van egy nagyon jó kapirál honlap, minden megtalálható rajta, amit a halról tudni kell. Örülünk neki korszerűen, szépen, szép képi anyagokkal, egy mobil applikációval ellátott rendszer. Nem az a réteg még a halfogyasztó sajnos, aki ezt nagyon aktívan használná. Mi azt szeretnénk, hogy ennek a népszerűsége egy kicsit konzervatív az eszközökkel valósulna meg, ezért találtuk ki a halpéntek kampányt. A péntek köztudott, hogy a magyar gasztronómiában, vagy egyáltalán a magyar étrendben az a bőjt napja volt. Az a bőjt napja volt annyira, hogy amikor én gyerek voltam, akkor csütörtökön egész éjjel halásztunk a halászokkal, vagy egész nap horgásztunk, hogyha még kicsik voltunk, hogy péntekre hal legyen az asztalon, mert a péntek a bőjt napja, és hát halat enni kell pénteken. Ezt a nagyon jó régi szokást szeretnénk feleveleníteni. Egyébként hadd mondjam azt el, hogy ha visszagondolunk, akkor az egyetlen szakrális állat a Bibliában is a hal volt. Jézus csodálatos halfogása volt az első, amikor Kafarnaumba, a Genezáráti tavon egy óriási halfogást produkáltak az ott lévő halászokkal. Többek között így lettek a halászok apostolok, akik követték aztán a mestert, aki még ezt is meg tudta tenni, hogy szétosztogatta a hatalmas mennyiségű halat, majd később volt a csodálatos halszaporítás, vagy kenyérszaporítása, és ugye a hal jel a kereszténységbe, az annyira köztudottá vált, a hal a szerénység, a békesség, a szaporaság jele, hogy a római kori üldöztetések kapcsán egy bottal a hátuk mögé rajzolták a homokba a hal jelét, hogy veled vagyunk, te a sorstársam vagy. A hal egy kitűző volt arra, hogy mi együtt vagyunk. Az egy párt volt, a halak pártja. És hát örülnék annak, hogyha azt, amit már ezelőtt 500 meg 1000 évvel is megtanultak, örülnék annak, hogy az, amit már 500 éve vagy 1000 éve ezelőtt tudtak, hogy a korlátlan húsfogyasztás meg a túl gyakori húsfogyasztás olyan problémákat eredményez, hogy mondjuk Mátyás király korából a csúsz, meg az isiász volt a reuma, ma már tudjuk, hogy a húsfogyasztás mellékterméke a purin, amikor szétesik, szétdörgöl az izületek finom belső hártyáját, és az okozza ezeket a rettenetes kopási fájdalmakat a térizületekbe, a csípőkbe, meg a gerincbe. Hát nem volt véletlen az, hogy amikor ugye a kolostor vezető Páter uram 50 éves korában már csak mászni tudott, akkor a 60 éves egyébként kóduló barát, akinek a napi adagja egy sózott keszeg vagy szágított hal volt, az még vidáman futkosott 70 éves korában az apácák után. Szóval már látták akkor, hogy és majdnem minden vallás előírásai, vallási ételfogyasztási előírásai, azok az egészséget szolgálják valahol. És hát a kereszténységben ez volt többek között a bőt, a húsfogyasztás tilalma, és ugye ez többször ismétlődött, hiszen voltak nagy bőtök, adventi bőt, rengeteg ilyen szokása és rituálé volt a valamikori nagyon komolyan vett étkezéssel kapcsolatos előírásoknak, és a hal minden fehérre körül egyedüliként mindig pártót volt, hiszen a terhes anyától kezdve a gyereken keresztül a felnőttig mindenkinek javalt. Nincs ellenjavallata az egészséges halfogyasztásnak. Hát ebből az alkalomból szeretnénk azt elérni, hogy felhívnánk a figyelmét minden pénteken, és ehhez kérjük a média segítségét. Azt gondoljuk, hogy nem fizetett reklámba kéne gondolkodni, ez népegészségügyi kérdés. Magyarország tabletta fogyasztása
fogyasztásban az élen jár. Ennyi tablettát senki nem eszik meg a világon, és a másik előkelő dobogós helyünk sajnos, az pont a szív- és keringési érbetegségek, a második legjobb halálok Magyarországon. Tehát ez elképesztő, hogy egy ilyen gazdag és kincses országban a táplálékból nem tudunk választani magunknak, és mi mindig úgy táplálkozunk, mint aki kapál, kaszál, és napi 8 órát dolgozik, miközben maximum az ujjunk meg a fejünk fárad el, hiszen a modern ember energiafogyasztásának, testi energiafogyasztásának 67-70%-a arra megy el, hogy a fejét használja. Ahhoz nem kell marhapörköltet enni, nem mondjunk ki semmilyen húst, ahhoz nem a hús kell. A hús ahhoz kell, hogy kapálj, kaszálj, dolgozz, a hús ahhoz kell, hogy legyenek éltető energiáid, de egy kicsit túltoljuk ezt a biciklit, és ugye ez a csodálatos biokémiai motor, az emberi test nem jó üzemanyagot kap, nem jó az üzemanyagunk. Nézzük meg a görögöket, a franciákat, az olaszokat. Az első szembe tűnő különbség az, hogy mennyivel tovább élnek. Ki kell mondanunk, az uniós átlag alatt 5 évvel élünk mi magyar férfiak. Ennél van egy rosszabb számunk is. Általában körülbelül 7 évvel kevesebbet élünk, magyar statisztikai zsebkönyv, mint amennyit a nők. A nők sokkal bátorsabban táplálkoznak, lényegesen kevesebb húst fogyasztanak, nem a nők a nagy pörköltevők és a csirkecombevők, és a nők lényegesen többet mozognak fizikailag. Tehát nálunk férfiaknál találkozik a fizikai aktivitás hiánya, mert nincs hol mozogjunk, megyünk 3 költ a Tesco előtt, hogy még egy kicsit közelebb kerüljünk az ajtóhoz, az a talicskát oda tudjuk tolni hozzá, kevesebbet mozgunk, más a testfelépítésünk, az energiaigényünk is más lenne, de nem, mi pont úgy élünk, hogy amikor egy főétkezésnyi nincs hús, akkor körülnéznek, hogy mi történt, mi az, hogy nincs hús. Ezelőtt 40 évvel, mi is miért még jól emlékezhetünk. Hát az a hús az igaz, a hétvégék ünnepe volt. A rántott hús 65-ben az egy ünnepi fogás, nem beszélve 1960-ról mondjuk. Hát sajnos mondhatnám azt, hogy az akkori egészségügyi ellátást és minden más figyelembe véve egészségesebb volt a magyar. Szóval egy kicsit betegre esszük magunkat. És pont ezen a trenden kéne változtatnunk azzal, nem többször. Tehát nem 3-szor, mint a franciák, nem 3-szor, 4-szer, mint a portugálok, egyszer egy héten. Gondoljunk a halra. Menjünk el, vegyük meg. Ha éppen nincs hozzá kedvünk, de étterembe megyünk, kérjünk már magyar halat. Ne ladacot választunk, és ne pisztángot. Azokat nem mi csináljuk. Mindenütt el lehet készíteni elképesztő ízletességgel és jó receptekkel a pontyot, a harcsát, az afrikai harcsát, a süllőt, és még soha hatán tovább magyar halakat, de a busát és az almót is pontosan ugyanúgy. Egy kicsit el kell oda jutnunk, hogy az éttermeket rábeszéljük és rávigyük arra, hogy ha péntek van, akkor csináljuk egy halpéntekes asztalt, és kapjon ott a vendég még egy pohár bort hozzá. Ez a mi tervünk, hogy ezt elérjük. És minden pénteken mondjuk el, hogy ha most éppen december van és a ponty hónapja, mi mindent lehet csinálni a ponyból, minden pénteken lehet újat főzni belőle, egy jó ponycsragú legalább annyira jó étel, mint egy csirke pörkölt, csak sokkal könnyebben emésztjük meg, semmivel se több munka van vele, az idő se több a főzése, csak egy könnyű, emészthető és a egészségünkre váló étel készült belőle. Tehát én nagyon, nagyon hiszek abban, hogy ezt a ponypénteket, vagy ezt a halpéntekes kampányunkat össze tudjuk rakni, és ha mi 2 évig el tudjuk mondani, minden áldott pénteken, hogy hal, és edd a halat, és ezt a mantrát, amiben komolyan hiszek, és nem az a fő célunk, hogy a magyar termelők még többet termelhessenek, hanem az, hogy amikor a kezünkben van egy lehetőség, aminek az egészségességéhez, a minden szempontból fontos hatásaihoz mindenkinek joga és szükségessége lehetne, hogy éljünk már vele. Itt vagyunk Magyarországon, a legízletesebb gyümölcsök teremnek, a legjobb beltartalmi értékű zöldségeink vannak, és csodálatos halunk, és vesszük azokat, amik időnként Európa szemetes ládái az élelmiszereket illetően. Nem kell 3-szor feldolgozva, 2 évig a hűtőbe tárolt vacak helyet tennünk a Balatonnál, van helyette pontyropogós, van helyette harcsafilé, van helyette harcsapörkölt vagy halászlé, és rengeteg a más is, amivel sokkal ízletesebbé és ízletesebbé és értékesebbé tehetjük a táplálkozásunkat.